Hongkong, Kína. Kínában vagyok, hogy választ kapjak egy kérdésre, amely meghatározza a bolygónk sorsát. Úgy tudom, Kína több szenet éget el, mint bármely más ország, és a szén a klímaváltozás legfőbb oka. Sok amerikai felteszi magának a kérdést, hogy miért vegyük komolyan a klímaváltozást, ha Kína úgysem foglalkozik vele. De azt is hallottam, hogy Kína napjainkban már óriási lépéseket tesz a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Vajon mi az igazság? Hamarosan kiderítem. Nem titok, hogy a légszennyezés az elmúlt évtizedekben borzalmas méreteket öltött Kínában, főleg a szén elégetése miatt. De azt nem tudtam, hogy ilyen rossz a helyzet. Ezek a képek elképesztőek. Tetszenek? Azt tetszik? Tudják, mik ezek? Orvosságok. Gyógyszeres üvegek köhögése vagy tüdőbetegségre. Ez gyerekeknek való. Igen? Ez a család nemrég jött el Pekingből. Azt mondják, a légszennyezés miatt betegedett meg a fiúk. Visszatérnek még Pekingbe? Szeretjük a várost, a családunk még ott van. De ő nem tud iskolába menni, mert bajok vannak a tüdejével. Hány napot kellett kihagynia a suliból? Heti egy-két napot. Tehát minden héten pár napot otthon kellett maradnia? Igen, és havi egy-két alkalommal kórházba kellett mennie kezelésre. Ez hihetetlen. Zachary, mutasd meg a maszkot, amit Pekingben viseltél. Jesszus! Még otthon, játék közben is ezt kellett viselnie. Ez te vagy? Szeretsz itt lenni Hongkongban? Igen. Miért? Mert nem kell ezt viselned. Igen. Itt jobb, igaz? Meglep, hogy Zachary családja hamarosan szeretne visszatérni Pekingbe. A barátaik szerint a levegő minősége egyre jobb. Vajon ez igaz? Vajon azért jobb, mert Kína kezd megszabadulni a széntől való függőségétől? Amikor épp nem a színészkedéssel foglalkozom, lelkes szószólója vagyok több témának is. Főképp a klímaváltozásnak. Chicagóba jöttem, hogy minél többet megtudhassak egy egyre fokozódó csatáról, amely a szénipar és az ország legnagyobb környezetvédő csoportja, a Sierra Club között folyik. Christine Nannicelli a frontvonalban harcol. Miért jött ide a Sierra Club? Illinois a szénre épült. Sok szempontból ez az epicentrum. Annak ellenére, hogy csökken a szénfogyasztás és növekedésnek indult a szél és napenergia és az olcsó gáz felhasználása, az USA még így is második helyen áll Kína mögött az elégetett szén mennyiségét tekintve. Ezért akarnak bezáratni minél több szénerőművet. A szénszennyezés nagyon sok mindent veszélyeztet. 2010 óta az ország szénerőműveinek mintegy egyharmada bezárt, vagy hamarosan bezár. Több száz munkahely szűlik meg. Ám a nagy szénvállalatok visszavágnak. A legfelsőbb bíróság átmenetileg leállította a kormány tiszta energia tervét, amely az üvegházhatású gázok kibocsátását limitálná. Christine Chicagóban találkozik a Szénen túl kampányvezetőivel, hogy kitalálják, hogyan tovább. Ezek azok az erőművek, amiket be kell záratni. Ez a térkép pár éven belül nem fog változni. Ha a szénipar megkapja, amit akar, akkor ez a vége. Illinois egyike az öt legnagyobb széntermelő államnak, és rengeteg szénerőműve van, vagyis kritikus fontosságú. Az egyik nagy játékos az NRG. Beszéljünk róluk. Úgy hallottuk, a vállalat megpróbál minél több pénzt kisajtolni ezekből az erőművekből, még a bezárásuk előtt. Mit csináljunk? Nagy a tét. Az emberek élete és a klíma. Van valami stratégiánk? Igen, van. A Sierra Club óriási fába vágta a fejszéjét az NRG-vel. Az NRG egy óriási energetikai cég, amely 22 államban van jelen. Az ország egyik legnagyobb fosszilis energiaforrás égetője, mivel óriási szénerőmű parkja van. Az egyik erőművük már közel 100 éve áll a Michigan tó partján. Wokigen a neve. Wow. Az NRG 2014-ben vette meg.
Ennyire friss? Igen. A néhány minimális fejlesztés ellenére, amit elvégeztek, még mindig ez a megye legnagyobb levegő és vízszennyező erőműve. Semmi értelme olyasmibe investálni, ami elavult, ahelyett, hogy valami más energiaforrásra váltanának. Sajnos ez a fajta üzleti modell gyakorlatilag túszként tartja fogva a Wokigenhez hasonló közösségeket. Mit jelentene a kampány szempontjából, ha itt sikerrel járnának? Ha itt az iparvidék szívében, az ország egyik legnagyobb energetikai vállalatával szemben sikerrel járunk, akkor bárhol sikerülhet. Pusztuló jelen, vészes jövő, gyilkos szén. Hosszú évek óta a világ legnagyobb légszennyezőjének Kínát tartják. A nemzetközi média is ezt szajkózza. Pekingben ma mindenki erről beszél, erről a masszív szürke szmogról, ami befedi az egész várost. Egy felmérés szerint a légszennyezés miatt Kínában évente mintegy 350 ezer és 500 ezer közé tehető a halálozások száma. A kínai vezetők továbbra is azt állítják, hogy a Peking felett látható szürkeség csak köd. Ám az amerikai nagykövetségnél végzett mérések szerint vészesen magas a légszennyezettség mértéke. Mindenkit figyelmeztettek a pekingi levegő minőségére, de amint megérkeztünk és belélegeztük, az igencsak mellbevágó volt. Gary Locke korábbi amerikai nagykövet elmondása szerint a nagykövetség minden nap mérte a levegő minőségét, ám az amerikai adatok ellentmondtak a hivatalos kínai adatoknak. A kínai emberek ekkor kezdtek háborogni, hogy hogyan lehet, hogy az amerikaiak szerint veszélyes a helyzet, míg a kínai kormány szerint ez semmiség. Megpróbálták blokkolni az információt? Több befolyásos bloggert is arra próbáltak rákényszeríteni, hogy ne tegyék közzé az általunk mért adatokat. Milyen jelzéseket kaptak a kínai kormánytól? Megkértek minket, hogy álljunk le, vagy állítsuk le a méréseket, de mi nemet mondtunk erre. Aztán egyszer csak valahogy megváltoztatták az álláspontjukat, hisz ők is ugyanazt a levegőt lélegezték be. Így van. 2013. januárja volt a fordulópont. Akkorra már közel három hete volt veszélyes mértékű a légszennyezettség. Annyira rossz volt, hogy nem lehetett átlátni az utca túloldalára. Végül a kínai kormány elfogadta, hogy ez komoly mértékű légszennyezés. Már nem lehet tovább tagadni, és a kormánynak lépnie kellett. Ön szerint ez volt az a fordulópont, amikor a kínai kormány elkezdett megoldást keresni a klímaváltozásra? Ez volt a szellem, amit kiengedtek a palackból. Azóta egyre többen szólalnak fel a környezetvédelem érdekében. De a légszennyezettség problémájának előtérbe kerülése szerintem igenis a nagykövetségünknek köszönhető. Emiatt kezdett el a kínai kormány foglalkozni vele, ami aztán végül a klímaváltozás problémájára is felhívta a figyelmet. A kínai közösségi oldalak beindultak. Egyre többen tiltakoztak a szennyező gyárak ellen. 2013-ban a kormány a nyomás hatására a városokon kívülre költöztette a szénerőműveket. Egy évvel később még tovább mentek. A klímaváltozás miatt aggódók szerint megtörtént az áttörés. Egyesség született az Egyesült Államok és Kína között a széndioxid kibocsátás csökkentésére. Ez egy ambiciózus cél, de kivitelezhető. Bár Kína nem demokratikus ország, de amikor a szmog már elviselhetetlenné tette az emberek életét, a kormány végre lépett. Wokigan, Illinois. Milyen ez a közösség?
70%-uk dél-amerikai és afroamerikai munkás. Mennyire volt nehéz a városban élő embereket rávenni egy ilyen hatalmas dologra? Csodás emberekkel találkoztam itt. Olyanokkal, akik korábban még sosem vettek részt semmiféle kampányban. Sosem beszéltek nyilvánosan, sosem kopogtattak az ajtókon, de most mégis ezt csinálják. Tehát az átlag emberek megtanulták, hogyan legyenek aktivisták. Így van. Bár a színen túl kampány nagyon fontos része, hogy a helyieket aktivizálják, nem csak magáról a klímaváltozásról kell beszélgetni velük. Ebben a közösségben a potenciális egészségügyi hatások jobban aggasztják az embereket. Krisztin szerint mindezt jobban meg fogom érteni, ha találkozom Dulci Ortizzal, aki a városban lakik egy kőhajításnyira a szénerőműtől. Azt, itt van a szomszédban. Igen. Milyen érzés? Dühítő és inspiráló, de főleg dühítő. Dulci leginkább azért aggódik, hogy vajon milyen egészségügyi gondokat okozhat az erőműből származó szennyezés a 14 éves fiánál és az anyjánál. Milyen kihatással van önökre ez a szénerőmű? Gondok vannak a tüdőmmel, állandóan. Soha életemben nem dohányoztam. És nem csak velem van baj, ő is megbetegedett. Hasonló problémái vannak? Igen. És ez elterjedt a közösségben, vagy csak ez a család érintett? Az egész közösségben ez van. Nagyon rossz. Persze nem mondhatjuk, hogy az asztmát az erőmű okozta. De a levegőbe juttatott szennyezőanyagok miatt törnek ránk a rohamok. Dulci szerint nagyon gyakori az asztmás megbetegedés Wokingenben. Egy felmérés szerint 3 gyerekből egynél már kialakult az asztma. Ez az arány jóval magasabb, mint bárhol máshol az államban. Ám Dulci nem is igazán tudta, mit csinál a szomszédos gyár, amíg nem találkozott Krisztinnel. Nem tudta, hogy ez egy szénerőmű? Nem, megmondtam Krisztinnek, hogy mondja meg, mit kell tennem, és én megteszem. Akármit is kér, megteszem. Dulci és a többi helyi lakos elkezdték elmesélni az embereknek, hogy milyen kockázatot jelent az erőmű. Jó napot, Dulci Ortiz vagyok. Dominisa Blake, szintén a Tiszta Energiától, ő pedig Jordan. Szia. Vannak gyerekei? 3, és most születik a 4. Ezért csináljuk ezt. Van itt egy szénerőmű, mintegy 1,5 kilométerre az otthonától. A gyerekeinknek tiszta levegőre és tiszta környezetre lenne szükségük. Szívesen aláírom, ez jó dolog. Miután aláírásokat gyűjtöttek a petícióhoz, megszerveztek egy felvonulást is a szénerőmű ellen. Több mint 150 helyi lakos vett rajta részt. Arra kérjük az NRG-t, hogy a szénről váltson át más energiaforrásokra. Karácsony előtt elvitték a petíciót a polgármesterhez, és azt követelték, hogy a város álljon elő egy tervvel a szénerőmű bezárására és zöldebb munkahelyek kialakítására. Ezt kéri Mótli polgármestertől és a városi tanács tagjaitól a közösségünk. Több mint 2000 ember. Átadták a petíciót, és megkérték a polgármestert, hogy szervezzen meg egy találkozót az NRG-vel. Ha sikerül, akkor megszervezem ezt a találkozót, ahogy ígértem, rendben? Köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm. Imádkozzunk, imádkozzunk. Mi volt a válasz és a reakció a 2000 petíció átadása után? Semmi sem történt. A polgármester szerint meg kéne tartani ezt a találkozót? Nem tudom, ő mit gondol. Nem hallottunk felőle, és nem tudjuk, mik a tervei. Miután semmi választ sem kaptak, az aktivisták zsákutcába kerültek. Ezért elmegyek a polgármesterhez, hogy kiderítsem, melyik oldalon áll. Kína sokat változott, amióta először jártam itt a 70-es évek végén. Az egykori alvó falvakból virágzó megavárosok lettek. Akkoriban Kína legértékesebb árucikke az olcsó munkaerő volt. Így lett belőle a világ gyára. A gazdasága 40 év alatt a 70-szeresére növekedett. Gondoljanak csak bele, ilyesmi még sosem történt az emberiség történelmében. Hogy ezt a hatalmas ipart el tudják látni energiával, több ezer szénerőművet építettek.
Ez az energiaszektor juttatja a levegőbe az üvegházhatású gázok mintegy 20%-át. Ez tetszik. Próbálja fel. Igen, jól áll, nagyon. Ön Kínában született? Kevin Mo az amerikai és kínai kormányok klímatanácsadója. Pekingből utazott ide, hogy találkozzon velem. A bevásárlóközpontokban található holmik nagy része Kínában készült. Ezért lettünk a világgyára. Ez lett Kínából. Ha Kína elfordul a széntől, le kell mondaniuk a gyártástól való függőségükről és a piszkos iparágakról. Hogyan tud majd a gazdaság alkalmazkodni? Mennyire fog megváltozni? Szolgáltatás alapú gazdaságra kell átállnunk, ami a pénzügyet, IT-t, biztosítást, meg a hasonlókat jelenti. Nem maradhatunk az intenzív energiafelhasználó iparágaknál, mint az acélnál, cementnél, meg a hasonlóknál. Más lesz. És ha sikerül az átállás? Ha sikerül, akkor a gazdaság fejlődése sokkal fenntarthatóbbá válik, és kevesebb energiát fogyasztunk majd, de több bevételünk lesz. Ön szerint ez lehetséges? És végre lehet hajtani olyan gyorsan, ahogy remélik? Mondjuk úgy, hogyha Kína nem lépi meg ezeket a változtatásokat, és továbbra is a korábbi gazdasági növekedési modellt alkalmazza, akkor 2050-re a széndioxid kibocsátásunk több lesz, mint a világ összes jelenlegi széndioxid kibocsátása. Ennyi széndioxiddal a levegőben elviselhetetlen lenne az élet a Földön. Ám Kevin szerint Kína vezetői tisztában vannak ezzel a veszéllyel, és terveket szőnek arra, hogy elkerüljék mindezt. A gond az, hogy ha Kína abba hagyja a gyártást, a többi ország, köztük azok, akik sok szenet égetnek már most is, átveszik a helyét. Vagyis nem lehet tudni, milyen változást jelent majd mindez a klímára nézve. Ma találkozom Buckingham polgármesterével, aki azt mondta, megszervez egy találkozót az erőmű tulajdonosával, az NRG-val és a helyi tiszta energiáért küzdő csoporttal. Mit gondol erről a csoportról és a céljaikról? Minden joguk megvan ahhoz, hogy ezt csinálják, de az embereknek meg kell érteniük, hogy ez az üzletág ennek a közösségnek közel $1 millió adóbevételt és 100 munkahelyet biztosít. Ha bezárna, honnan tudnánk pótolni ezt a bevételt? Hogyan lehetne egyensúlyba hozni a költségvetést? Nagyon jó munkakapcsolatot ápolok az NRG-val, és tudom, hogy egyáltalán nem hajlandók vitát kezdeményezni az erőmű jövőjével kapcsolatban. Nem gondolja, hogy ez a környezetvédelmi csoport a helyi lakosok többségét képviseli? Hiszen nemrégiben 2000 petíciót adtak át önnek. Azt hiszem, alaposan utána kéne nézni, hogy hogyan szereztek ennyi aláírást, és miket mondtak annak érdekében, hogy megkapják azokat. Azok, akikkel beszéltem, nem tudták, mit írnak alá, úgyhogy nem tudok mit mondani. Az NRG-nak több millió dollárja fekszik ebben az erőműben. A Clean Power Lake County-nak egy fityingje sem bánná, ha bezárnák, és a Sierra Clubnak sem. Gondolom, azt felelnék erre, hogy ők nem a pénzüket, hanem az egészségüket, valamint a városuk és otthonaik jövőjét teszik kockára. Mindegyik fontos. De tudja, hogy a helyiek közül többen is egészségügyi problémákkal, például asztmával küzdenek? Nincs tudomásom olyanokról, akik ilyen problémák miatt jöttek volna hozzám panaszt tenni. Nem az lenne a feladata, mint megválasztott képviselőjüknek, hogy továbbítsa a kérésüket? Megpróbálom. Megpróbálja. Igen. Higgye el, megpróbáltam semleges maradni ebben a kérdésben, de az utóbbi 20 évben közel 30 000 munkahely szűnt meg a tó közelében. Ha a szénerőmű is bezárna, az óriási dilemmát jelentene. Mármint nekem. Értem a polgármester nézőpontját. Buckinghamben régebben több 10 000 ember dolgozott a különböző gyárakban. Ám azokat már bezárták, de még ma is küzdenek az általuk itt hagyott szennyező anyagokkal. A szénerőmű az egyetlen dolog, ami megmaradt a városipari múltjából. Visszamegyek Dulcihoz, hogy elmondjam neki, amit hallottam. Bár csak jobb híreim lennének.
Azt mondta, nem lehet biztos abban, hogy azt a 2000 aláírást, amit összegyűjtöttek, törvényes módon szerezték. Hogy az emberek nem tudták, mit írnak alá. Ez még engem is dühít. El sem tudom képzelni, ön mit érezhet. Rendkívül zavarónak tartom, hogy azt mondja, az emberek nem tudták, mit írnak alá. Nem is tudom, mit mondjak. Téved. Waukeganben már most van 5 olyan terület, ahol kármentesítést kell végezni. Hiszen olyan vállalatok voltak itt, amelyek beszennyezték a talajt. Felvették a pénzt, aztán elmentek. Mi pedig itt maradtunk az egészségügyi gondjainkkal és a gazdaságunk hanyatlásával. Nem akarjuk, hogy ez újra megtörténjen. Nagyon nehéz ez így, hogy még a polgármester sem érti, hogy mit próbálunk véghez vinni. Mondja, milyen volt elsőként itt lenni? Furcsa. Úttörőnek éreztem magam. Barbara Finnemore energiaszakértő már a 90-es évek óta próbál segíteni Kínának abban, hogy lecserélje a szénerőműveit. Akkoriban szinte semmit sem tudtak a klímaváltozásról, és arról sem, hogy hatékonyabban is fel lehet használni az energiát. De Kína kulcsfontosságú a bolygónk jövője szempontjából, és tény, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok errefelé. Az USA-val kötött egyesség szerint Kína 2030-ra az energia 20%-át nem fosszilis energiaforrásokból teremti elő. Barbara szerint ez az erőmű, ami Hongkong szigetét látja el energiával, élő példája annak, hogy mi is történik ma Kínában. Jó reggelt! Jó reggelt, Sigourney Weaver! Örvendek! C.T. Wen a Hongkong Electric ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy fogad minket. Ez az erőmű 1979-ben váltott olajról szénre, de most a klímaváltozás miatt a következő évtized végére meg kell szabadulnunk minden szén erőművünktől. Valóban? Igen, a tudósok szerint tennünk kell valamit, mielőtt még túl késő. Az a minimum, hogy csökkentjük a levegő szénterhelését. Úgy döntöttünk, telepítünk 8600 napelemet. Tudja, Amerikában azok, akik ezeket a szénerőműveket birtokolják, azt mondják, hogy hát nem is biztos, hogy az, ami napjainkban történik, az a klímaváltozás műve. Mérnök ember vagyok. Engem a tények és az adatok érdekelnek. És ezek mind azt mutatják, hogy valamit tennünk kell, különben már túl késő lesz. Ön szerint Kína be tudja tartani az ígéretét a fosszilis energiaforrások csökkentése kapcsán? Ön optimista? A tavalyi év volt az igazi fordulópont Kína számára. A történelem során most először több pénzt investáltak a megújuló energiaforrásokba, mint a hagyományosokba. Ez magáért beszél. C.T. körbevezet az erőműben. Kapaszkodjanak! Azért ne száguldozzon! Nem csak, hogy Kína egyre többet investál a zöld energiába, de idén a kormány leállította 30 szénerőmű építését is, melyek nagyobb kapacitással bírtak volna, mint Nagy-Britannia összes szénerőműve együttvéve. Még ennél is fontosabb és meglepőbb, hogy 2 évvel ezelőtt Kína szénfogyasztása stagnálni, majd pedig csökkenni kezdett. Megérkeztünk! Köszönjük! Ez elképesztő. Lenyűgöző. Ez egy tökéletes hely erre a beszélgetésre, mert itt van a múlt, a szén. És a jövő, ami egy hatalmas napenergiapark. 5 évvel ezelőtt még nem volt napelem Kínában. 2030-ra viszont annyi szél- és naperőművet fognak felállítani, mint amennyi jelenleg a világon van. Viccel? A tavalyi év óriási előrelépést hozott. Kínában már több naperőmű van, mint bármely más országban, és a világ szélerőműveinek mintegy fele itt található. Kína tavaly több mint 100 milliárd dollárt költött a megújulókra. Így lett a világ legnagyobb tiszta energia befektetője. Waukeganben Dulce és a többi önkéntes falba ütközött.
Az erőmű tulaja, az NRG nem hajlandó találkozni velük. Ezért összegyűltek, hogy megvitassák, hogyan tovább. Felmerül a kérdés, hogyha nem tetszik ez a helyzet, akkor miért nem költöznek el? Hát mert itt van az otthonunk, a családunk, a munkánk. És csak mert valami nem jó, az ember nem fordít hátat egyből, hanem megpróbálja megoldani. Mi is ezt próbáljuk tenni. Megpróbáljuk jobbá tenni a környezetünket. Ezzel a kampánnyal azt próbáljuk mondani, hogy itt vagyunk, harcolunk, érted is, leszünk a hangod, és nyomást gyakorlunk minden olyan emberre, akinek bármilyen köze van ehhez a szénerőműhöz. A polgármester és a városi tanács már megvolt. Mi a következő szint? Buszra szállunk, és lemegyünk Springfieldbe. Meg kell mutatnunk, hogy sokan akarjuk ezt. Adjunk bele mindent a következő pár hónapban. Ahogy végignézek az itt lévőkön, rájövök, milyen elképesztő egy csapat ez. Egy lelkész, egy apáca, egy végzős egyetemista. Átlag emberek, akik összefognak egy közös cél érdekében. És egyértelmű, hogy nem adják fel. Gyerünk! Úgy döntöttek, Springfieldbe mennek, Illinois fővárosába. Összefogtak az állam több más csoportulásával is, hogy lobbizzanak a zöld munkahelyekért törvényjavaslat mellett, amely új munkahelyeket teremthetne a tiszta energiaiparon belül. Bal oldalon egy szélerőmű park látható. Ilyen a tiszta energia. Dulcie és a többi aktivista 4 órát utazik abban a reményben, hogyha sikerül megszavaztatni ezt a zöld munkahelyekért törvényt, azzal nyomást gyakorolhatnak majd az NRG-ra és a polgármesterre is, és végre bezáradhatnák a szénerőművet. Mit akarunk? Zöld munkahelyet! Mit akarunk? Zöld munkahelyet! Mit akarunk? Zöld munkahelyet! Mikor akarjuk? Most! Egyetlen egyértelmű üzenettel jöttem ide. A Wokigenhez hasonló közösségek megérdemlik a tiszta energia jelentette jövőt, és ideje, hogy Illinoisban bevezessék a zöld munkahelyek törvényt. Amellett, hogy lobbiznak a kormányzónál, az aktivisták minden állami törvényhozóval beszélnek, akivel csak tudnak. Azt remélik, hogy a helyi képviselőjük Rita Mayfield aláír majd egy levelet, melyben felkéri az NRG-t egy találkozó létrehozására. Ám a képviselő egyelőre nem hajlandó erre. Nem írja alá, amíg nem érez egységes frontot mögötte. Ez nagyon dühítő. Igen, az. Nagyon. Nem kerültek közelebb a céljukhoz. A törvényjavaslattal nem akar foglalkozni a törvényhozás, és a képviselők nem akarják aláírni az NRG-nak szóló levelet. A cél, hogy megtisztítsák Wokigent a széntől, egyre távolibbnak tűnik. A Kínában bekövetkező változások lenyűgözők. Jóval több ember szabadul ki a szegénységből, mint valaha. Deng Gyudek első kézből tapasztalta meg a változást. Több mint 2 évtizede dolgozik a kínaiakkal a szennyezés problémáján. A kínai kormány felkérte Dent, hogy segítsen nekik csökkenteni a széndioxid kibocsátást azáltal, hogy bevezetik az úgynevezett fix összkvótás kereskedési rendszert a szennyező cégek között. Ma elhívott Hongkong Victoria kikötőjébe, hogy elmagyarázza, mit is jelent ez. Megpróbálom elmagyarázni ennek a csodás látványnak a segítségével. Képzelje el, hogy minden egyes épület egy szennyező forrás, és a magasságuk az éves szennyező anyag kibocsátásukat jelenti. Például az a magas, egy nagyon öreg szénerőmű lehetne. Értem. Az alacsonyabbak pedig gázerőművek, melyek sokkal kevesebb széndioxidot juttatnak a levegőbe. Tehát, ha a magas épület a nagy szennyező, és a kicsi a kevésbé szennyező, hogyan működnek együtt a kibocsátás csökkentés érdekében? A kormány meghatároz egy határértéket, egy maximumot az összkibocsátásuk kapcsán. Mintha egy vonalat húznánk az épületek között. Ez lenne az a mennyiség, amennyit a kormány még tolerálna. Ahhoz, hogy elkerüljék a komoly büntetéseket, azok, akik a vonal fölé lógnak, kevesebb szennyezőanyagot kell, hogy kibocsássanak, vagy krediteket vehetnek azoktól, akik a vonal alatt vannak.
Így idővel a limit lejjebb vihető, ezáltal csökken a szennyezés, a kreditek pedig drágábbak lesznek. Tehát idővel, ahogy a kibocsátásuk csökken, át kell állniuk tisztább energiaforrásokra, ugye? Igen, így próbálunk újítani a piacon. Az emberek új ötletekkel fognak előállni. A jövő a tiszta energiaforrásoké, és mindenki értük fog versenyezni a gazdaságban. De Kína sokkal jobban felkészült már erre az időszakra, mint az USA. De azért ennyire pessimista az USA kapcsán, mert Obama elnök úr már megpróbált bevezetni egy ilyen rendszert 7 évvel ezelőtt, de a kongresszus leszavazta. Amikor a jövőre gondolok, a saját jövőnkre. Ugyanannyira aggódom amiatt, hogy az USA mit nem csinál, mint amiatt, hogy Kína mit fog csinálni. Most Trump elnökségével még kisebb az esély arra, hogy bevezetésre kerüljön egy hasonló törvény. Ám Kína jövőre már be akarja vezetni ezt a rendszert. Több hónapnyi próbálkozás után sem sikerült az NRG-t és a wokigeni civileket egy asztalhoz ültetni. Ám a kampány közepette megtudtam, hogy a vállalat kirúgta David Crane-t, az ügyvezető igazgatót, aki progresszív szemléletű vezető volt. A vállalatnak át kell alakulnia. Megpróbálta zöldé tenni a céget. A tiszta energiáé a jövő. Szerinte ez a nagy energiaipari cég átállhat a tiszta energiára, miközben továbbra is vezető szerepben maradhat. Vajon az NRG miért ragaszkodik ennyire a szénhez? Megpróbáltam átalakítani az NRG-t egy fosszilis energiára épülő vállalatból egy megújuló energiaforrást használó céggé, és meg is indultunk ezen az úton. Ha olyan ember lennék, aki a homokba dugja a fejét és nem beszél erről a témáról, akkor még ma is az enyém lenne az a pozíció. Ezért rúgták ki? Mert kudarcot vallott? Nem nevezném kudarcnak. Inkább azt mondanám, hogy még nem sikerült elérni, amit akartam. Amikor még az NRG-nál dolgozott, a cég megvett egy szénerőművet Wokigenben. Miért vették meg? Egy nagyobb felvásárlási terv részeként vásároltuk meg. A megvásárolt cégek között volt egy nagyon értékes szélerőműpark, és 4 szénerőmű is Chicago közelében. A szélerőműpark miatt vették meg? Igen. Talán egyből el is kellett volna adnunk, amint megvettük, mert a szénnek már nincs jövője az Egyesült Államokban. Tényleg úgy gondolja, hogy a szénnek lejárt az ideje? Ó, nagyon is. Az USA-ban a szénnek 4-es stádiumú rákja van. Szerintem nincs egyetlen olyan szénerőmű sem az államokban, amely nyereségesen működne. Tehát az NRG csak azért működteti még a wokigeni erőművet, mert hát, ha egyszer még újra eljön a szén ideje. Igen. Azt reméli, az árak majd újra felszöknek, és akkor ismét sok pénzhez juthat. Jártam Wokigenben. Tényleg? És találkoztam egy hölgyel, Dulcie Otizzal, aki asztmás lett. Az anyja is asztmás lett. A kérdésem az, hogy az olyan cégek, mint az NRG, belegondoltak akár egyszer is az olyanok sorsába, mint Dulcie? Egyetlen vállalkozás sem engedheti meg magának, hogy a közelében élők egészségügyi problémáival foglalkozzon. Az NRG 100 millió dollárt fektetett a wokigeni erőmű környezetvédelmi átalakításába az elmúlt évben. Ha egy cég ennyi pénzt fektet valamibe, akkor biztos, hogy nem akarja bezárni egy évvel később. Mit gondol? Lehetséges, hogy a jelenlegi nagy szennyező vállalatokból egyszer zöld cégek legyenek? Ez egy hihetetlenül fontos kérdés, amit sosem tesznek fel. Nem hinném, hogy a fosszilis energetikai cégek lesznek a megújuló energiaforradalom vezetői. Sajnos az, ami velem történt, azt is mutatja, hogy azok, akik radikális változást akarnak elérni a vállalatuknál, nem biztos, hogy jól járnak a végén. Azok alapján, amit David elmondott, nem tartom valószínűnek, hogy az NRG új ügyvezetője hajlandó lenne tárgyalni. Engem is elutasított. Ám a wokigeni aktivisták szerint van rá mód, hogy közvetlenül konfrontálódjanak vele.
Most, hogy Kína hamarosan bevezeti azt a rendszert, melyben a szennyezőknek fizetniük kell a széndioxid kibocsátásukért, el tudom képzelni, mennyire zavarhatja mindez a közművek vezetőit. Ám mint kiderült, az egyik nagy energiavállalat vezetője üdvözli ezt a lépést. Richard Lancaster, a China Light and Power ügyvezető igazgatója. Ez az egyik legnagyobb független energiavállalat Kínában, amely több évtizeden át a szénnek köszönhette a nyereségét. Elég korán ráébredtünk, hogy a klímaváltozás egy olyan kockázati tényező, amelyre gondolnunk kell üzleti szempontból is. Igenis tartanunk kell magunkat a tudományos célkitűzésekhez. Vagyis az elektromos iparágnak 2050-re legalább 75%-kal csökkentenie kell a széndioxid kibocsátását. Annak érdekében, hogy stabilizálni tudjuk a hőmérséklet alakulását. David Crane, az Energy korábbi vezetője is megpróbálta átállítani a vállalatot a zöldebb technológiára, de végül az lett az eredménye, hogy kirúgták. Ön hogyan tudta ennyire sikeresen menedzselni ezt az átalakulást? A legerősebb érvem az, hogy milyen nagy kockázatot vállalnánk, ha nem lépnénk meg ezt. De a valóság az, hogy jelen pillanatban ez a helyzet. Már megépítettük ezeket a szénerőműveket és más fosszilis energiahordozókra épülő erőműveket, és a gazdaságunk az energián alapszik. Ha korábban tudtuk volna mindazt, amit ma már tudunk, akkor talán más döntéseket hoztunk volna. De most el kell fogadnunk, hogy ez egy sürgős probléma, és mi hamarabb tennünk kell valamit a megoldása érdekében. Kína állítólag hamarosan megadóztatja a szenet. Erre a kockázatra gondol, amit a szénerőműveknek vállalniuk kell majd? Talán furcsán hangzik, de én igenis üdvözlöm ezt az új rendszert. Sokkal könnyebbé teszi majd a munkánkat. Ha az ember elfogadja, hogy a széndioxid szennyezés következménye a klímaváltozás, akkor tudnia kell, hogy az költségekkel jár. Ez pedig azt mutatja, hogy igenis kockázatos pénzt investálni a szénalapú erőművekbe. Így, hogy költségesebb lesz az egész fenntartása, könnyebben meg tudjuk majd győzni a részvényeseinket és a törvényhozókat, hogy mennyivel értelmesebb dolog lenne átállni a megújuló energiaforrásokra. Tegyük fel, hogy én egy dühös vezetőségi tag vagyok. Ön szeretne áttérni a szénről megújuló energiaforrásokra, de én azt mondom, hogy ez túl drága. Továbbra is meg akarom kapni a havi osztalékomat, ezért ellenzem a dolgot. Mit válaszolna? A megújuló energia megfizethető. A kormány is támogatja, és pénzügyi támogatást is kapnánk. Ha nem használjuk ezt ki, akkor a cég hosszú távú érdekei ellenében cselekszünk. Szóval garantálni tudja, hogy ugyanolyan nyereséges lesz, mint a szénalapú biznisz? Ezt ma nem tudom garantálni, de az biztos, hogy a jövőben sokkal nyereségesebbek lesznek a megújulók, mint a szén. A megújulók nyereségesebbek lesznek, mint a szén? Ez jól hangzik. Hogy beszélni tudjanak az Energy új ügyvezetőjével, Dulcie és a többi aktivista kieszelt egy tervet. Részvényeket vettek az Energy-nál, így részt vehetnek az éves taggyűlésen. Így, Mr. Gutierreznek mindenképp válaszolnia kell a kérdéseinkre. Szerintetek eljön Wokigenbe? Meglepne, ha személyesen ide jönne. Pedig azt kéne. Nem szabad elfelejtenünk, hogy jogunk van ott lenni, hisz részvényesek vagyunk. Meg kell hallgatniuk minket, úgyhogy el kell mennünk és el kell mondanunk a sztorinkat. Mondjuk el a beszédeinket, hát ha úgy kevésbé leszünk idegesek. Köszönöm Gutierrez az elnök úrnak és a vezetőség többi tagjának, hogy ma felszólalhatok. Dulcie Ortiz vagyok, Wokigenből. Itt található a vállalat egyik szénerőműve. A wokigeni szénerőmű a megyénk legnagyobb légszennyezője, és a levegőben található toxikus anyagok mintegy 55%-áért az erőmű a felelős.
Az új rendszerek ellenére is ez a legnagyobb lég- és vízszennyező az egész megyében, és a közösségünk egyre betegebb. Wokingenben 3 gyermekből egynél asztmát, illetve asztmás megbetegedéseket állapítottak meg. Az erőmű tönkreteszi az egészségemet, a gyerekeim egészségét, és az összes wokingeni egészségét. A minimum lépések fenntartása nem túl hatékony módszer, ennél többre van szükség. Nagyon büszke vagyok a városomra. Ezért tettem meg 1300 kilométert a wokingeni fiatalok képviselőjeként. Mr. Gutierrez, a wokingeniek számítanak önre. Kérem, jöjjön el hozzánk, és dolgozzunk ki együtt egy tervet a szénerőmű átalakítására. Megteszi? Nem várhatunk tovább. A megbeszélés csak 45 percig tartott. De mindenki elmondhatta a beszédét, és Mauricio Gutierrez meghallgatta őket. Miután beszéltem vele, bár dátumot nem mondott, megemlítette, hogy el fog jönni Wokingenbe. Amint lesz egy kis ideje, ellátogat a városba. Úgy gondolom, fordulóponthoz érkezett a vállalattal kialakított kapcsolatunk. Hol akarunk lenni egy év múlva? Újra itt? Nem, semmiképp. Nem akarok itt lenni, mert már az is röhely, hogy ide kellett jönnünk. Mindannyian időt és energiát áldoztunk arra, hogy itt legyünk, de sok embernek nincs arra lehetősége, hogy még több időt áldozzon erre. Úgyhogy nem, nem akarok itt lenni. Minden megválasztott képviselőnek tudnia kell a problémáinkról. Nem hagyhatjuk, hogy megfeledkezzenek rólunk. El kell jönnie és tennie kell valamit. Az aktivisták kitartása kifizetődött. Sikerült felhívni magukra a vezetők figyelmét. Ám a sok erőfeszítés ellenére kezdem azt hinni, hogy sosem fogják bezárni azt a szénerőművet. Ezért New Yorkba utazom, hogy találkozzam azzal az emberrel, aki 80 millió dollárral támogatta a szénen túl kampányt. Ez egy háború, de sokan nem fogják fel, hogy a szén az amerikaiak életével játszik. Michael Bloomberg, New York egykori polgármestere, a széndioxid kibocsátás csökkentése mellett kampányol. Szeretném megtudni, hogy szerinte hogyan lehetne meggyerni a wokingeni kampányt. Wokingenben jártam, ahol gondok adódtak. Az NRG, az ottani szénerőmű tulajdonosa nem hajlandó bezárni az erőművet. Vagyis zsákutcába jutottak. Gondoljon csak bele! Az Egyesült Államokban évente mintegy 14 ezer ember haláláért felelősek a szénerőművek. Ez a száma már 7000-re csökkent. Vagyis 7000 ember azért élhet, mert sikerült csökkentenünk a felhasznált szén mennyiségét az országban. Ezen kívül az elmúlt 10 évben drasztikusan csökkent a levegőbe juttatott üvegházhatású gázok szintje is. Hogy miért? Mert az emberek felszólalnak az erőművek ellen, és a megválasztott képviselőik is egyre inkább azt hangoztatják, hogy valamit tenni kell. Mi kell valójában ahhoz, hogy ne égessünk el több szenet? A kormányok a többség akarata szerint lépnek, vagyis ha felszólalunk, akkor valamit tenni fognak ellene, és a szénerőmű tulajdonosoknak is lépniük kell. Vagyis ön szerint a befektetése megtérül? Sikerként tekinthet rá? Igen. Úgy gondolom, ennél jobb dolgot nem is tehetnék a gyerekeim érdekében. Szeretne hazamenni és azt mondani a gyerekeinek, hogy apa tehetett volna valamit, amitől jobb lehetne az életetek, és egészségesebbek lehetnétek, de nem akart annyi pénzt rákölteni. Én nem szeretném ezt mondani a gyerekeimnek, szerintem ön sem. Meddig hajlandó még harcolni? Amíg nem nyerünk. Kína és az USA ratifikálta a párizsi klímaegyezményt. Ezt a háborút egyetlen ország sem tudja egyedül megvívni. Most már a partnereken múlik, hogy betartják-e az ígéretüket.
Az USA és Kína közti egyezmény egyik kulcsfontosságú figurájával találkozom. Obama egykori klímatanácsadójával, John Podestával. Csatlakozik hozzánk Orville Schell is, az egyezmény egyik szakértője. Jó érzés egy olyan országban lenni, ahol mindenki elfogadja, hogy a klímaváltozás valós veszély. De úgy látom, óriási a nyomás Kínán, hogy a gazdasági folyamatokat valóban úgy alakítsa, ahogy elvárjuk tőle. Önök szerint tényleg megteszik azt, amit ígértek? Mindig felmerül a kérdés, ha egy gazdaság lassul, hogy vajon továbbra is tartják-e magukat a megbeszéltekhez. Nem egy elhamarkodott nyilvános vállalás volt ez a részükről, hanem kormányszintű állásfoglalás, amit a kínai népi kongresszus is elfogadott. Ilyesmit csak akkor tesznek, ha komolyan gondolják azt. A kínai kommunista párt alapszabálya, hogy gazdasági fejlődést kell elérniük. Vagyis, ha valami gond adódna, akkor nagy problémák várnának rájuk. Folyamatosan nyomon kell követnünk, hogy tényleg haladnak-e a dolgok, és megfelelően haladnak-e. Többek között azt is, hogy valóban növekszik-e a megújuló energiaforrások aránya azáltal, hogy olcsóbbá teszik a tiszta energiaforrásokhoz való hozzáférést. Ez nekünk is segít, és a világ összes emberének is, hisz ez a két gazdasági nagyhatalom kéz a kézben halad a szénmentes jövő felé. Kína nem lép, amíg az USA nem lép, és az USA nem cselekszik, amíg Kína sem. Vagyis a kapcsolatunk ilyen furcsa. Tánc. Mintha házasok lennének. Mi ambíciót várunk el Kínától, ők pedig valódi elkötelezettséget várnak tőlünk. Szerintem jó irányba haladunk, csak fel kéne gyorsítani a lépéseket. Sok kínai egyetért ezzel. Hongkongban, ahol az emberek szabadabban beszélhetnek, pont ezt teszik. A kormánynak persze sok a teendője, de mégsem tesznek eleget. Nekünk, polgároknak fel kell szólalnunk, hogy tudják, hajlandók vagyunk feláldozni a rövidtávú gazdasági érdekeket a hosszú távú jólét érdekében. Találkozom pár klímaaktivistával, a 350.org szervezettől. Elnézést, itt lesz a megbeszélés? Igen, üdvözlöm! Jó napot, Ringo és Edi. Jó helyre jött. Most készítjük elő a holnapi felvonulást. A holnapi bomba felvonulást. Ez ahhoz lesz? Ringo és Edi műatombombákat készítenek a felvonulásra, melyek a globális felmelegedés hatására a légkörben csapdába esett hő mennyiségét reprezentálják, amely másodpercenként 4 hiroshimai atombombával egyenlő. Edi meteorológus volt, míg Ringo egy játékgyárban dolgozott. Mindketten szenvedélyesen harcolnak a klímaváltozás ellen. Szeretnénk, ha a fiatalok saját mozgalmakat indítanának. Ez az egész lényege. Amerikában én is a klímaváltozás szószólója vagyok, de néha reménytelennek látom a helyzetet. Hogyan tudnak ennyire pozitívak maradni? Mondd csak! A helyzet egyre inkább fokozódik. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg ez a világon a legeslegfontosabb probléma. Igen. Tudósként az adatokat figyelem, és bevallom, hogy tudósként kissé pessimista vagyok. De emberi lényként mindig optimista vagyok. Ez hajt előre. Értem. Az Egyesült Államokban részben a szénen túl kampánynak köszönhetően már 242 erőmű bezárt, vagy hamarosan bezár, de még 281 továbbra is termel. A szénipar pedig a kormányzat minden szintjén harcol a szabályozások ellen. Itt Wokingenben az NRG új ügyvezetője még mindig nem ült lebeszélni az aktivistákkal, hiába tett erre ígéretet. Ám Rita Mayfield és 26 helyi és állami képviselő végül aláírta azt a bizonyos levelet. Motley polgármester nem írta alá, és a helyiek ezt mindenképp ellene fordítják majd a közelgő választások során. Dulcie még nem veszítette el a reményt, hogy a fia egy szén nélküli Wokingenben nőhet fel, és rátalált egy olyan énnyére, amiről nem is tudta, hogy létezik. Tudom, hogy tehetek a változásért, és mondhatom, hogy ez így rossz. Ezt és ezt kell tennünk. Méghozzá most azonnal. Kitart velem, gyertek! Eszébe jutott valaha, hogy milyen jó lenne feladni? Soha. Dogunk levegőhöz és vízhez.
Nem is kéne harcolnunk érte. Miért van az, hogy mégis olyan nehéz ezt elérni? A klímaváltozás elleni harc és a tiszta energiaforrásokra való áttérés egy nagyon zavaros és dolog. De van remény. Az átlagemberek még minden tőlük telhetőt, hogy felvegyék a harcot a klímaváltozással. Eszembe jutott egy ősi kínai mondás. A lassú növekedéstől nem kell félni, csak az egy helyben toporgástól. Jelenleg az USA és Kína együtt halad. De ha Trump elnök megteszi azt, amit mondott, valószínűleg tönkreteszi ezt a nehezen kialakított partneri viszonyt a kínaiakkal. És akkor újra egy helyben fogunk toporogni, egy olvadó bolygón. Tényleg hagyjuk, hogy ez megtörténjen?